és a következő előadók Szalai Kármán, alias Kami, Mozilla oszlopos tagja és a Linux Mintről fog előadást tartani. Utána szünet nélkül pedig Egyesi Franciska, jól emlékszem, bocsánat, ő fog előadást tartani az MOOC-ja a felsőoktatásban témájában. Üdvözlök mindenkit, Szalai Kármán vagyok, főként Mozilla önkéntes, de Linux Mint-tel is foglalkozom, és szeretnék egy bevezető előadást tartani a Linux Mint disztribúcióról kezdőknek, tehát az alapdolgokat fogjuk áttekinteni az előadásban, és lényegében bemutatom a Linux Mint-nek a létrejöttét, hol tart most a rendszer, és milyen közösség áll most a Linux Mint mögött. Ha feltekintünk az égre és megnézzük a Linux disztribúcióknak az összességét, akkor láthatjuk, hogy nagyon sok Linux disztribúció van, mint égen a csillag. Ez a kezdőket gyakran összeszokt az alami, melyiket válaszol, melyik a legjobb. Igazából nincs erre jó válasz. Én azt szoktam mondani, hogy azt a Linuxot kell felrakni, akihez van ismerős. Tehát ugyanúgy, hogy a Windows, nem? Ha a szomszédban van egy Windows-os srác, akkor nyilván Windows kell, ha a szomszédban van egy Linux mintes srác, akkor meg Linux mintet kell felrakni az adott gépre. Alapvetően a Linux rendszerek nem oly mértékben különböznek, hogy ez nagyon nagy problémát jelentsen. Hogy lássunk egy példát arra, hogy mennyire bonyolult a Linux, mint családfája. Ez a Debian alapú disztribúciókat mutatja, ami mondjuk a három nagy disztribúciós családból az egyik, és itt sem fér ki a képre a teljes családfa. És mi egy egészen kis részét, ott valahol középen egy ilyen zöldes csík, az a Linux mintes család, alapvetően az Ubuntu-ból származik a Linux Mint, az Ubuntu pedig a Debianból, úgyhogy eléggé szövevényes az a családfa, de az látható az egészben, hogy alapvetően az építőkockák, amikből felépülnek a Linux disztribúciók, nagyon hasonlóak, nincs nagy különbség, ugyanaz az X-Server van, megvannak, hogy milyen képernyő, vagy asztalkezelő rendszerek vannak, megvannak az irodai programcsomagok, tehát ez nagyon hasonló dolgok vannak, megvan mindegyiknek, hogy milyen csomagkezelője van, de alapvetően nincs olyan nagy különbség, tehát hogyha valaki kezdőként kezd el Linuxozni, tényleg inkább az a tanácsom, hogy olyan Linuxot választom, amelyhez van segítsége. A Linux Mint története 2006-ban indult, valószínűleg mindenki a németországi futballvédőt nézte ekkor, tehát kivéve egy embert, Clement Leffer, aki egy ír, francia nem, de valahogy ír származású ember, ő kezdte el a Linux Mintet kódolni, és pont a foci VB végére el is készült az első verzióval. És ebből lett a Linux Mint. Az első Linux Mint alapvetően csak egy ilyen átalakított, kicsit átalakított Linux volt, viszont annyira belejött, és olyan tempóban elkezdett a közösség körülötte nőni, hogy egészen hatalmas és egészen népszerű lett a Linux Mint, annak ellenére, hogy se egy céges támogatási rendszer, se egy mondjuk mint az Ubuntu esetében egy gazdag milliárdos nem áll a háttérben. Úgyhogy ha letöltünk egy Linux Mintet, akkor csomó döntést kell összehozni, ugye a kezdők számára az elrettentő lehet, hogy akkor most 32 bites töltenünk, vagy 64 bites. Alapvetően azt mondom, hogy a memória mennyisége határozza meg ezt a döntést, tehát hogyha 4 giga, vagy 3 giga, vagy annál több memória van az adott gépben, akkor érdemes talán már 64 bites változatot használni, 4 giga fölött mindenképpen, és az alatt pedig a 32 biteset. A Linux mint látható az eredeti családfából, a Debianból származik, és az alatt pedig az Ubuntu-ból. És ennek megfelelően, vagy a kezdők összezavarására kétfajta alapból is építkezik, tehát van egy Debian alapú Linux Mint, meg egy Ubuntu alapú Linux Mint. Azt, hogy ezt az egészet még tovább csavarjuk, van egy további választási lehetőség, mégpedig az, hogy milyen asztalt telepítünk erre a rendszerre. Ezt nyilván még letöltés előtt el kell dönteni, tehát mielőtt letöltenénk az ISO-t, amivel telepítjük, a MSK file, el kell dönteni, hogy milyen asztallal szeretnénk használni. Ez persze nem ennyire röghözkötést jelent, mert a későbbiekben föl lehet telepíteni a másik asztalhoz tartozó fájlokat is, viszonylag egyszerűen, és onnantól kezdve használható akár két asztallal is, kétfajta asztali környezettel, vagy akár többel is. Én a magam részéről, ha egy gyorsgépet szeretnék telepíteni, vagy egy gyorsgépet telepíteni a Linux Mintet, akkor a Cinnamon rendszert szoktam használni. Számomra ez a legkényelmesebb, a leginkább bevált, ezt szoktam használni. Amennyiben kevesebb erőforrással rendelkezésünkre,
van egy MATE nevű asztali környezet, amely segítségével a gyengébb erőforrásokkal rendelkező gépek is jól működő asztali operációs rendszert kapnak, illetve szintén egy erősebb gépre ajánlott a KDE alapú asztali környezet telepítése. Ezen felül van egy XFCE, ami körülbelül a MATE-tel hasonló előforrás igényel bír, tehát hogyha mondjuk egy Windows XP-t kell valami módon megmenteni az utókornak, és nem akarok új gépet venni, és mondjuk internetezésre, levelezésre, irodai programcsomag használatára kell azt a gépet alkalmazni, akkor az XFCE például remekül megfelelnek a célnak. Összefoglalva nagyjából így néznek ki a különböző asztali rendszerek, vagy asztali környezetek, és különböző asztali környezetek, illetve a különböző Ubuntu, illetve Debian alapok. Tehát az Ubuntu esetén lehet választani a Cinnamonból, a Mateből, a KDE-ből, az XFCE-ből, Debian esetén pedig lehet a Cinnamonból és a Mateből választani. Alapvetően a két kiadás között kezdők számára nem lesz olyan nagy különbség. Az Ubuntu-ra épülő változat az az Ubuntu-nak az aktuális LTS változatára, tehát a hosszú ideig támogatott változatára épül. Ez azt jelenti, hogy a megjelenéstől nagyjából 5 éven keresztül támogatva van, nem is kell kvázi hozzányúlni a géphez, csak frissítgetni mindig, és nem kell mondjuk disztribúciót frissíteni, ami egy kicsit rögösebb dolog lehet, olyan mondjuk, mint egy Windows XP-ről egy Vista-ra átállás, vagy egy Vista-ról Windows 7-re, esetleg Windows 7-ről Windows 8-ra. Illetve van egy Debian alapú megoldás, ez a Linux Mint Debian Edition, és ez pedig a Debiannak a stable ága alapján épül, vagy a stable ágára épül. Lényegében ez egy váltás, ami a múlt év végén született, és azt célozza meg, hogy a Linux Mint minél inkább stabil legyen. Ennyi, hogy mondjam, egy kicsit most ez egy ilyen konszolidáltabb, visszafogottabb frissítési ütemterv. Eddig mindig az volt, hogy a legújabb verziót használták mindenből, az Ubuntu-ból és a Debian-ból is. Most ez egy kicsit inkább a biztonság, vagy inkább a stabilitás terén hoz előnyöket ez a fajta új hozzáállás. Ahhoz, hogy csomagokat tudjunk telepíteni a rendszer, ugye a csomagokban vannak a különböző programok, LibreOffice, Firefox, Thunderbird és egy csomó program. Nagyjából az Ubuntu-s verzió az úgy néz ki, hogy több mint több tízezer, de inkább azt mondanám, hogy ilyen 40 ezer körüli csomagszám van. Ez nyilván nem ennyi programot jelent, hanem ilyen különböző függőségek, miatt a különböző library-k is ebben vannak. Tehát nagyon nagy számú csomagot lehet elérni az Ubuntu tárolóból. Nagy előny a BPI-k használata, amit ugye az Ubuntu vezetett be, az lényegében arról szól, hogy megtetszik egy program, és vannak olyan lelkes csomagolók, akik készítenek ebből a csomagot, hogy könnyen lehessen telepíteni, és beleteszik egy ilyen BPI-ba, ami nagyon könnyen lehet telepíteni a Linux Mint-re és az Ubuntu-ra is, és abból a PPI-ból automatikusan frissülnek az új verziók. Én mondjuk ilyen módon szoktam használni a LibreOffice-t, hogy megkapjam a legújabb LibreOffice változatot, vagy éppen a Firefox-nak a fejlesztői változatát. Tehát ezek akár naponta is frissülhetnek, kinek mi a perverziója, nem ez a sok frissítés a különböző Firefox verzióknál nem zavarom, mert alapvetően nagyon sokat foglalkozom Firefox-os dolgokkal is. Beszéljünk az elnevezésekről. Hát a különböző Linux disztribúciókban mindig az adott verzióhoz különböző neveket szoktak adni. A Linux Mint-nél ez egy elég egyszerűen marketizálható dolog, hiszen női neveket adtak a különböző verzióknak. Ha megnézzük a hosszú-hosszú listát, amiből válogatni lehet, nagyjából ABC rendben mennek a különböző nevek, most a Rebecca verziónál, tehát a 17.1-nél tartunk, ezt tavaly novemberben adta ki a Linux Mint közösség, és meg lehet nézni, hogy 2019 áprilisáig van támogatva, tehát hogyha valaki novemberben telepítette, akkor szinte 5 évig változatlan rendszert használhat. De vissza is adom a hölgyeket, mert hogy igazából erre a 4 verzióra kéne csak koncentrálnunk, ezek azok a verziók, amelyek még támogatás alatt vannak, tehát ezeket, ha telepíti az ember, akkor a maja verzió esetén 2017 áprilisáig, illetve a 17-es sorozatot pedig 2019 áprilisáig lehet használni, úgyhogy biztonsági frissítéseket, illetve egyéb frissítéseket kap a rendszer. A forkolás az
mint láttuk az elején, az egy nagyon népszerű kifejezés, hogy az azt jelenti, hogy van valami szoftververziónk, valami szoftverkörnyezetünk, és abból egy lelkes fejlesztő készít egy másikat, mert neki vannak jobb ötletei, és hogy kéne ezt megvalósítani. Ha megnézzük a Cinnamont, az lényegében egy fork, a GNOME 3-nak egy forkja, és egy ideig azt gondolták a Linux mintesek, hogy az az irány, ami a GNOME 3-ban van, az jó, és el lehet érni azokat a funkcionalitásokat, amik őket szeretnének megvalósítani, simán ilyen az asztal, tehát a GNOME 3-as felülethez kiterjesztésként. És ez egy idő után úgy tűnik, hogy nem működik, és akkor döntöttek amellett, hogy forkolják az eredeti változatot, és lényegében mindegyikből egy alternatív programverziót hoztak létre, a Mutter nevű kompozitáló rendszerből Muffin lett, a GNOME Control Centerből Cinnamon Control Center, és így tovább. Tehát mindegyikből lényegében csináltak egy saját változatot, és most már a saját útjukon fejlesztik tovább. Olyannyira, hogy a legutolsó változat, tehát a 17-esben lévő Cinnamonhoz például nem kell GNOME, hanem annyi a kettő rendszer között az összefüggés, hogy a GTK programkönyvtárat használja mind a kettő, de nem, tehát a GTK alapú, de már nem GNOME a Cinnamon. Ugyanezt történt egyébként a Mate-tel is, ott egy kicsit egyszerű volt a helyzet, mert amikor elkészültek a GNOME 3, akkor a GNOME 2 fejlesztését abba hagyták a fejlesztői, ugyanaz a fejlesztői kör, és itt fogta valaki és azt mondta, hogy hát jó fejleszek és viszem tovább ezt a projektet, csak Mate néven, és így lett ez a másik asztali rendszer. A Linux, mint kínál egy csomó saját programot, annak érdekében, hogy a rendszer könnyebben adminisztrálható, illetve könnyebben menthető legyen. Itt egyrészt vannak olyan programok, amelyek azt segítik, hogy például zárt forráskódú drivert tudjunk telepíteni a rendszerre könnyedén. Van, amelyik a fájlkezelést próbálja segíteni azáltal, hogy például a Nautilus nevezetű program, ami a GNOME 3-ban a fájlkezelő, azt forkolták Nemo néven, és sokkal több funkciót, vagy sokkal olyan funkciókat, sokkal több olyan funkciót raktak be, amit úgy gondolnak, hogy hasznos, és amelyekre úgy gondolom én is, hogy hasznos, és azért használom ezt a változatot. Úgyhogy ha megnézzük, akkor ilyen saját készítési program az üdvözlőképernyő, ahol megjelennek a legfontosabb linkek a rendszerrel kapcsolatban. Itt van dokumentációra link, IRC, csevegőszobára, mindenféle webes összekötetésre, tehát hogyha valaki elindítja a feltelepítő rendszert, elindítja, akkor ez az üdvözlőképernyő fogadja majd. És segíti az eligazodást az új rendszerben. A saját csomagkezelő felülete van egyrészt a frissítések kezelésére, másrészt a szoftverforrások, tehát hogyha hozzá akarunk a rendszerhez adni új csomagot, vagy új tárolót, akkor a szoftverforrásokat kell szerkeszteni, és tudjuk egyszerűen is könnyedén a webes vagy a felhasználói felületről hozzáadni. A rendszernek része egy szoftverkezelő, ahol keresni lehet a különböző feltelepítendő szoftverekre, tehát a különböző kategóriák vannak, és akkor innen egyszerűen lehet telepíteni a kívánt szoftvert. Nagyon érdekes része a rendszernek a nyelvek nevű segélyprogram, ami nem túl hangzik túl fontosnak, viszont amikor feltelepítesz egy Linux mintát, akkor alapvetően nincs benne az összes magyar nyelvű csomag a telepítő médián. Tehát érdemes a nyelveknél a nyelvek telepítése vagy eltávolítása pontnál feltelepíteni a teljes magyar nyelvű távolítást, és onnantól kezdve az összes program, ami elérhető magyar nyelven, működik Linux mint alatt is magyarul. Akinek jó kis videókártyája van, AMD-s vagy NVIDIA-s, biztos már esetleg is Linuxozott, már beleütközött abba a problémába, hogy most zárt forráskódú illesztőprogramot használjon, vagy nyílt forráskódú illesztőprogramon. Mind a kettőnek megvannak a maga előnyei, de ez az illesztőprogram kezelővel könnyedén lehet a kettő között váltani. Lényegében elindítja az ember a programot, kiválasztja mondjuk, hogy az X-Server által biztosított ATI drivert adja mondjuk egy AMD-s kártyához, vagy a FDLNX-et, ami meg egy zárt forráskódú driver. És onnantól kezdve rákotnak az okra, a különböző csomagok felkerülnek a rendszerre, és az új reindításkor már az új illesztőprogrammal indul a gép. Szóval számomra a Linux mint az nagyon kényelmes, nagyon jó használható. Igazából olyan rendszerén a Cinnamon szoktam általában használni, illetve az XFCE-t, egy olyan kellemes környezetet biztosít, amiben megtalálom
azokat a dolgokat. Tehát mindent ott találok, ahol kereskedem. Alapvetően én hát 4 évvel ezelőttig ubuntuztam, nagyon lelkesen, hogy 3 évvel ezelőttig próbáltam a Unity felületet megszokni, de valahogy nem sikerült. És aztán ugye elkezdtem keresni alternatívákat, és végül leragadtam a Linux Mintnél, ami ugyanazokat az előnyöket kínálja, mint az Ubuntu, azzal a különbséggel, hogy a felület a számomra sokkal kényelmesebb és jobban használható. A Linux Mint ahány gépre eddig föltelepítettem, stabilnak tűnt, főleg ezek az utolsó változatok, amik az LTS-re épülnek, tehát nem találkoztam ilyen inkompatibilitási problémákkal, illetve ilyen instabilitási gondokkal. Szóval alapvetően ezeket a újabb verziókat teljesen ajánlani tudom a bármilyen Windows-os rendszer, vagy egyéb Linux-ok leváltására. Nyilván most nem az a cél, hogy most Linux-osokat meggyőzzünk, hogy most Linux mintát használjunk, sokkal jobb, hogyha Windows-osokról sikerül ezt elérni. Illetve megvan az a Cinnamon, szóval a Cinnamon számomra továbbra is azt jelenti, hogy ez ugyanúgy működik, mint amit Windows alatt megszoktam. Tehát valahogy a felület az a leginkább hasonló szerintem ahhoz, amit a Windows-os felhasználó megszokott, és nagyon könnyű áttérni mondjuk egy XP-ről vagy egy Windows 7-ről. Nyilván a modern Linux-oknak az összességére ez most már igaz, hiszen a kernel például azonos a legtöbb rendszerbe, tehát hogy a hardware támogatás az igen széles, tehát hogyha rádunk egy projektort, egy bármilyen eszköz, nyomtatót, akkor általában a Linux ez viszonylag problémamentesen felismeri a legtöbb eszközt. Ez az eszköztámogatás most már sokkal szélesebb, mint volt egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy aki ütközött ezzel kapcsolatos problémában, esetleg érdemes újra megnézni, hogy most már jól működnek az adott hardverek. Persze vannak olyan eszközök, amit a hardware gyártók hanyagsága vagy érdektelensége miatt igazából nem nagyon lehet Linux alatt működésre bírni. Erre jó az, hogy az egész rendszert el lehet indítani live módba, tehát amikor a telepítő lemezt kinyírjuk mondjuk egy pendrive-re, elindítjuk az adott gépen, akkor meg lehet nézni többiről hegyire az összes beállítást, az összes eszközt, hogy jól működik-e a gépen. Tehát igazából ez egy olyan lehetőség, hogy kipróbálja az ember ingyenes, letölti, rászállja azt az 1 órát mondjuk, amíg ezt megcsinálja, és ki tudja találni, hogy a Linux-hoz számára megfelelő, vagy éppen nem annyira. Én azt gondolom, hogy a Linux az egy megfelelő alternatíva a meglévő rendszerek kiváltására, mint Windows, akár macOS-re is. Én azt gondolom, hogy a Linux segítségével egy nagyon könnyen üzemeltethető, jó használható rendszert lehet telepíteni, akár régebbi gépekre, akár újabb gépekre is. Azok számára, akiknek probléma, hogy nem érhető el esetleg magyarul a rendszer, Linux mint a 100%-i magyar. Nyilván előfordulnak benne, hogy elég gyors a fejlesztés ütemet, tehát előfordul, hogy egy string angolul van, de alapvetően azt gondolnám, hogy a 100%-ig magyarul elérhető, az a Cinnamonra például teljesen igaz. Ha valakinek van kedve, és némi angol nyelvtudása, és még több magyar nyelvtudása, akkor nyugodtan, vagy akkor örömmel látjuk, hogyha esetleg részt venne a fordítási projektekben, hogy ez a 100%-os szám ez továbbra is megragadjon, illetve mint azt nem annyira hangsúlyoztam ki, de a Linux mint a szabad szoftver, tehát ugyanazok az előnyök, mint bármilyen szabad szoftvernél, azok adottak itt is. Tudom, hogy nem sokat számít, de a Linux mint továbbra is ingyenes, mint az összes jónak tűnő Linux változat, tehát nyilván ebben nincs nagy különbség, ugyanakkor ha ki kell váltani egy másik rendszert, akkor ez az ismeret jól jöhet. Ahogy azt említettem, a Live DVD-ről való telepítés az igazán egyszerű. Tehát elindítjuk a rendszert, akkor megjelenik az Install Linux Mint, tehát megjelenik egy asztal, ahol ki lehet próbálni az egész rendszert, és az Install Linux Mint opcióval el lehet indítani az új rendszernek a telepítését. Szerencsére a Linux Mint mögött most már egyre erősebb hazai közösség van, tehát egyre több ember vesz részt a Linux Mint hazai életében. Ennek egyik szintere a Facebook, ahol van egy Facebookos oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, ahol mindenkit meginvitálnék, hogy csatlakozzon. Illetve pár hónappal ezelőtt elkészült az új weboldalunk, a linuxmint.hu-n, amely hát sokkal egységesebb és sokkal jobb lett, mint a régebbi oldal. Úgyhogy most egyelőre, mivel hogy akkora volt a váltás, új
tehát teljesen új regisztrációt vezettünk be, most még nem túl sok ember van rajta, nagyjából ilyen 300 körüli tagszám van, akik aktívan, aktívak ezen az oldalon, de hát reméljük, hogy ez a szám tovább növekszik. Ezen az oldalon érhető a Súgó, ez egy közösségi dokumentációs projekt, aminek a lényege, hogy a Linux Mint-hez magyar nyelv dokumentációt adjunk, egészen a telepítéstől a különböző felhasználási területekig, a rendszer optimalizációjáig, minden területet érintve. Ha valamiben elakadtatok, akkor ugyanez az oldalon elérhető a fórum, ahol önkéntesek próbálnak segíteni a felhasználók problémáit, tehát hogyha tényleg valamiben elakadtatok, akkor itt találhatok segítséget. És azt nézem, hogy nagyjából le is járt az időm, úgyhogy ezen itt átugranék, hogy mik a célok, nyilván egyre nagyobb közösségi bázis kiépíteni, úgyhogy ha van kedvetek, csatlakozzatok a Linux Mint-hez, és végezetül még szeretnék két programot a figyelmetekbe ajánlani, az egyik a veletek, ami jövő hét szombaton lesz, hogyha van kedvetek, látogassatok ki ott. Céljaink szerint több open source közösség is kint lesz, köztük a Linux Mint is, a Mozilla is, a Fedora is, nem tudom, talán még az OpenStreetMap is, és ott tudunk találkozni. Ez eltér a Open IT szemlélettől, tehát ez egy fizetős lehetőség, illetve egy fizetős egész napos program, illetve május 9-én lesz egy fordítói nap, ami azt célozza meg, hogy minél több embert, aki vonz a fordítás, megpróbálj megtanítani arra, hogy hogyan lehet szoftvereket fordítani. Különböző projektek lesznek itt is a résztvevők, és ezekhez lehet csatlakozni, lesz egy általános oktatás, tehát nem baj, hogyha nem fordítottál életedben semmilyen szoftvert, még némi angol nyelvtudással és még több magyar nyelvtudással ez a kurzus elkezdhető, és ez egy egész napos projekt, tehát biztos vagyunk benne, hogy a nap végére hasznos fordításokkal tudsz hozzájárulni a közösség munkájához. Úgyhogy ennyi lett volna bemutató a Linux Mintről, köszönöm szépen a figyelmet, és ha bármi kérdés van, akkor nem most tegyétek föl, hanem majd az előadás, következő előadás után itt leszek még a környéken. Úgyhogy köszönöm a figyelmet!